Alig ha gondolta volna az ókori Athén egyik legnagyobb államférfia, Szolón, hogy a drachmát még több mint 2500 évvel az ő ideje után is használni fogják. Pedig a hellenisztikus kort követően elfeledett érmefajta 1832 és 2001 között is fizetőeszköz volt Görögországban, amikor átvette helyét az alig pár éves euró. Most újabb lehetőséget kaphat a visszatérésre. A görög ezüstként is ismert drachma súlya átlag 4,3 g volt Periklész idejében. Napi egy ilyen érme jó fizetésnek számított akkoriban. A szakmunkások vagy a nehéz fegyverzetű gyalogos katonák kerestek ennyit. Xenophon szerint egy szegény ember fél drachmából kényelmesen megélhetett, de találni arra is feljegyzéseket, hogy egy időben egy háromtagú család is szerényen, de jól lakott fél ezüstből. A modern drachma története összefonódott az újkori Görögországéval. Az egy drachmást eleinte szintén ezüstből készítették, a 20 drachmás pedig aranyat is tartalmazott. Később a világháborút követően már réz és nikkel ötvözetéből készültek a pénzérmék. Az évek alatt folyamatosan romlott a görög fizetőeszköz értéke, míg 1954-ben még 30 drachma volt egy amerikai dollár, addig az ezred év végére, mikor felváltotta az euró, már 400. Ha igazak a feltételezések és újra bevezetik a drachmát, valószínűleg már ennyit sem fog érni.